Köszöntöm nézőinket, Önök a Zirci Zónát látják. Hírműsorunkban ízelítőt láthatnak az Apátsági Épület Együttes ünnepélyes átadásáról, majd felhívjuk nézőink figyelmét a jövő heti esélyegyenlőségi fórumra, a Bakony-Balán pünkösdi menetrendjére és az Egyenlő Bánásmód Hatóságának fogadó órájára. Suli rovatunkban ismertetjük a zeneiskolai nyílt napok időpontját, elkísérjük a középiskolai igazgatókat Zirci városnézésükre, majd a 3. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 12. MS díszítő festőinek kiállítására látogatunk el. Civil a pályán rovatunkban Takács Józsefné, vöröskeresztes titkár, a múlt heti adománygyűjtés eredményességéről ad tájékoztatást, közzétesszük az Zirci Országzászló Alapítvány Hősök Napi és a trianoni megemlékezésének időpontját, beszámolunk a múzeumok majálisáról, ahol városunkból a Bakonyi Természettudományi Múzeum is képviseltette magát. Ismét szomszédolásra hívnak mindenkit a Háromhegyre. A részletekről Kovács Zsolt szervező informálja nézőinket. Kulturális rovatunk program ajánlói között bekukkantunk a könyvtár klubtermébe, ahol Kovács Tibor festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás. Sporthíreiket követő magazinműsorunkban megtekinthetik az apátsági projekt záró nyilvános ünnepélyén készített felvételünket, majd a Rapszódia énekegyüttes koncertjével búcsúzunk. Kedves nézőink, kérem tartsanak velünk ezen a héten is!